Katasztrófa eseményhez méltó módon emberi hibák és bal szerencsés véletlenek sorozata kellett most ahhoz, hogy az élet mindenre rácáfoljon, és 2023. március 10-én bekövetkezzen az USA történetének a második legnagyobb bankcsődje, a 16. legnagyobb amerikai bank bedőlése, írja a Portfolio.hu. Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Monopoly, a Hit Rádió gazdasági pénzügyi műsor, és itt van velünk Polczer István és Cina János állandó vendégeink. Nagyon sok szeretettel köszöntünk titeket. Szervusz, szervusztok. Sziasztok. Akkor beszéljünk erről a bankcsőd, vagy bankcsőd sorozatról. Ugye a Silicon Valley-ben kezdődött el ez az egész. Mit kell tudni pontosan ezekről a bankokról? Mik ezek? Igen, a Silicon Valley Bank, amit említetted, a top 20-as bank az USA-ban, nem a legnagyobb bankok közé tartozik, egy ilyen közép-regionális bank kategória, de egy több mint 200 milliárd dolláros mérlegfőszegű bank, tehát egy elég komoly bankról van szó, és amit említetted, ez a bankcsődők között is egy jelentős, nagyon jelentős méretnek számít. Volt már a bankszektorban pár nappal, vagy egy-két héttel korábban is probléma, az talán kevésbé jutott el ide Európába, a Silvergate Bank, az egy kriptóra specializálódott banknál merültek fel problémák, amelynél szintén úgy tűnik, hogy ez a bank is egy forgatókönyv szerint majd le fogja húzni a rólót, de ami igazán valóban kiverte a biztosítékot, ez a Silicon Valley Bank. Ő a kaliforniai banka, ugye a nevéből is látszik, a 80-as években indították, California Silicon Valley, ez a startupoknak a bankja, a startupoknak talán a bankja, lehet ilyen nagybetűvel is mondani. Egyes elemzők vagy statisztikák szerint a startupoknak, az amerikai startupoknak több mint a fele valamilyen üzleti kapcsolatban volt ezzel a bankkal. Tehát ez egy nagyon komoly, ilyen szempontból egy komoly banknak számít, és nyilván egy nagyon speciális területet érint. Már egy jó pár válságot ráadásul ez a bank korábban megélt, tehát a dotcom lufit túlélte ott az ezredforduló környékén, ahol nyilván behasalt a tech szektor egy-két komolyabb más problémát is. Tehát ez azért nem egy mai bank ilyen szempontból, már ez a pár évtizedes tapasztalat, ez egy elég komoly tűzpróba volt neki, de sajnos úgy tűnik, hogy valóban itt az utóbbi hetekben elvérzett, és ráadásul egy olyan környezetben, ami talán nem is tűnt hirtelen ennyire rázósnak. Nem tudom, belemenjünk, hogy úgy tűnik, hogy ami most látszik, hogy egy nagyon komoly általános probléma, ami ennél a banknál a leginkább felmerült, ezt pedig megint csak nem tudjuk elválasztani az utóbbi hónapoknak az eseményeitől, az inflációtól, és az inflációra adott válaszként a kamatemelésektől. Ugye Magyarországon ez a 13-18%, ez egy olyan, ami egy ultramagas színnek számít. Amerikában ez 4,5% az irányadó kamat jelenleg, de az ottani éveken keresztül 0%-on tartott kamatokhoz képest ez a 4,5% is óriásinak számít. A bankok ugye úgy működnek, hogy az a pénz, amit ők bevonzanak, akár a betéteken keresztül, akár felvesznek ők is hitelt, vagy kötvényeken keresztül, tehát ami forrásokat bevonnak, azt a bankok befektetik, kihitelezik, vagy befektetik. A befektetéseknél pedig nagyon népszerűek az államkötvények, a különféle ingatlanokhoz kapcsolódó kötvények, befektetések, és ebből egy elég komoly portfólió, több sok 10 milliárdos portfóliót épített ki akár ez a bank is, de tipikusan a bankszektorban is egy óriási portfólióról beszélünk. Ugyanakkor a bankoknál van egy olyan alapvető működési funkció, vagy ha úgy tetszik, bizonyos szempontból talán egy probléma, vagy megoldandó feladat, hogy tipikusan, különösen a betétek azok nagyon gyakran rövid lejáratúak, vagy lejárat nélküliek, tehát azt szinte bármikor meg lehet mozdítani. Viszont ha valaki befektetéseket vásárol, különösen például akár ilyen 5-10 éves, de akár már 2-3 éves állampapírokat, államkötvényeket is, annak van egy hosszabb futamideje. Azokból vagy nem lehet gyorsan kiszállni, vagy nyilván a piac, ezek általában likvid piacok, akár gyorsan ki lehet szállni, de nagyon gyakran ez azt jelenti, hogy nem okvetlenül olyan áron tudunk belőle kiszállni, ahogy egyébként beszálltunk. Hogy elkezdték ezeket a kamatokat megemelni Amerikában, Európában, ez azt jelenti, hogy ezek a, most akkor visszatérve, hogy konkrétan Amerikára, ezek a korábbi portfóliók, államkötvény portfóliók, ezek elkezdtek, vagy ingatlan portfóliók elkezdtek leértékelődni. Hiszen hogyha egy új kötvényre 4-5% kamatot fizetnek, akkor a régi kötvények, amelyek csak 1-2-3%-on mentek, azok már nem érnek annyit.
És ez az 1-2 százalék pontos különbség, ez egy 5-10 éves futamidőnél, ez már egy igen jelentős tételnek számít. Tehát, hogyha valakinek gyorsan el kell adni egy olyan papírt, ami a következő 5 évben csak 2 százalék kamatot fizet, amikor már vannak olyan papírok, amelyek már 4-5 százalékot tudnak ilyen hasonló futamidőre, akkor egy igen komoly értékvesztést kell elkönyvelniük. Amerikában a Bloomberg adatai szerint, ez ráadásul tavalyi évvégi adat, azóta csak rosszabb lett legalábbis átmenetileg a probléma, több mint 600 milliárd dollárnyi értékvesztést szenvedtek el a bankok, a bankszektor ezeken a portfóliókon. Ezek általában nem realizált értékvesztések, tehát ez akkor jelentkezne, hogyha el kellene adniuk a papírt. Amíg nem kell eladni a papírt, amíg a betétesek nem vonják ki a pénzt a bankból, addig nincs probléma. Viszont ennél a banknál, hogy jöttek a rossz hírek, kiderült, hogy még tőkebevonásra lenne szükség. Ettől nagyon megijedt a piac, elkezdték kivonni a pénzeket, ettől még jobban megijedtek, hirtelen jött egy úgynevezett likviditási probléma. És a múlt héten volt olyan nap, hogy a teljes banki betétállománynak egy nap alatt 25 vagy több mint 25%-át, tehát több mint egy negyedét ki akarták vonni egyes adatok szerint. 42 milliárd dollár. Igen, 42. Erre gyakorlatilag egyetlen egy bank sincs berendezkedve. Ez azt jelenti, hogy ebben a pillanatban ez egy ilyen klasszikus bankram vagy bankroham, megrohanják a bankot. Ilyenkor vagy bedől a bank, vagy pedig jön a nagy kérdés, hogy ez abba a kategóriába tartozik, hogy meg kell menteni. Igen, hát ugye azt szokták mondani, hogy egy bank működéséhez két dolog kell, tőke és likviditás. És a tőke az a tartós fizetőképességet biztosítja, a likviditás pedig az azonnali fizetőképességet. És hát a bank az nem úgy működik, hogy neki, ha bevittek pár 10 milliárd dollárnyi betétet, hogy az ott van a banknak a trezorjába, azok ki vannak helyezve egyrészt, ahogy István mondta, hitel. Tehát a bank azt igazából kihitelezi. Így van, persze. Hát így van, kihitelezi. Ő a forrást bevonja 1%-os betéti kamaton, és kihelyezi mondjuk 3%-os hitelkamaton, és azt a 2%-ot a bank megkereste. És ezáltal tudja a bank a tőkéjét is növelni. Egyébként ugye a mérleg főösszeg, ugye azt is említsük meg, hogy az egy bank esetében az három tényező, a betét, az eszközei, ami vannak a banknak, és a saját tőkéje. És hát István említette, hogy a mérleg főösszeg ennek a banknak 212 milliárd dollárod, csak érzékeltetés szempontjából a JP Morgannek 3650 milliárd dollár a mérleg főösszege. De ez akkor is a 16. legnagyobb bank volt Amerikában, és a probléma abból adódott, amire István is utalt, hogy a kötvények hozama közötti különbözetre spekuláltak. Tehát a rövid lejáratú hitelt vettem fel, és azt én hosszú lejáratú államkötvényekbe fektettem, és a kettő között is van egy kamat különbözet, amit meg tudott nyerni a bank. És ez rettenten jól működött addig, ameddig 0%-os kamatot volt a rövid oldalon. Ez változott most meg, és így ezek a portfóliók tényleg drámai módon leértékelődnek. Ugye nagyon furcsa, hogy az állam, azt mondjuk, hogy az államkötvény biztonságos, természetesen biztonságos, pláne az amerikai államkötvény, de a kötvények nem úgy funkcionálnak, tehát ott, hogyha magas a hozam, akkor alacsony az árfolyam, és ha alacsony a hozam, akkor magas az árfolyama egy kötvénynek. És ez a trend változott meg itt az elmúlt pár hónapban, tulajdonképpen lehet azt mondani, hogy az elmúlt fél évben, amióta hogy az amerikai jegybank az infláció elleni háborúban kénytelen kamatot emelni. És így jött a probléma. Sajnos... Bocsánat, hogy közben, tehát akkor ha jól értem, akkor igazából a gazdasági nehézségek miatt, meg a körülmények megváltozása miatt nem működött az a rendszer, amit ők kitaláltak. Hát nem ők, nem ők találták, hogy az egész bankrendszer így működik, erre spekulálja, István említette ezt a 600 milliárd dolláros értékvesztést, tehát ezt más bankok is így... És akkor ők miért nem dőltek be? Hát pontosan azért nem dőlnek be, mert mondom, a JP Morgannek picivel nagyobb a mérleg főösszege, mint ennek a banknak. Persze a pozíció is jóval nagyobbak, és biztos, hogy ott is vannak veszteségek, de azt nem rohamozták meg
a betétesek a bankot, hogy kivegyék a betétet. Itt van egy nagyon szerencsétlen körülmény, hogy a vezérigazgató 10 nappal az események előtt eladta a részvényeit. Ez olaj a tűzre. A másik olyan fontos dolog, hogy részvénykibocsátást tervezett a cég, tehát egy 2 milliárd dollár értékben törzsrészvényeket és átváltható részvényeket bocsátott ki. Ez ugye megint csak azt jelenti, hogy a tőke, hogy a rövid távú likviditással komoly problémái vannak a banknak, és amikor ezek a hírek elterjedtek, akkor rohanták meg a betétesek a bankot. Tehát a banknak a működése az függ a szabályzói környezettől, a kamatkörnyezettől, az üzletpolitikától, és úgy látszik, hogy ez a bank egyszerre mind a 3 területen, 4 területen elcsúszott. Ahogy István említette, startupokat finanszírozott. A startupoknak és az élete megváltozott a kamat emelés következtében, hiszen ezek rettentő tőkeigényes vállalkozások. Ők is orvosszájba vették fel a hitelt, az olcsónak, vagy az ingyennek minősített hitelt alacsony kamattal, de ezek a kamatkörnyezet megváltozott, és ezért ezeknek a startupoknak is jóval több pénzt kell visszafizetniük, hiszen a kamatterheik megemelkedtek. Ők elkezdték a saját pénzüket, a saját tőkéjüket, ami bent volt a bankba betétként használni, a mindennapi működés, és ők is elkezdték kivonni a betétet a bankból. Tehát itt egy 3-4 körülmény közrejátszott abban, hogy ez a bank sajnos csődöt kellett, hogy bejelentsen. Ennek az eseménynek kik a konkrét érintettjei, milyen szervezetek, meg esetleg milyen egyének? Hát ez nem egy lakossági bank volt, úgyhogy kevés, pontosan én nem tudom az arányokat, de itt azért inkább vállalkozóknak a bankja volt, de hát nyilván magánszemélyek is vannak, tehát itt a lakosság is érintett ebben a kérdésben sajnos. Igen, az amerikai betétbiztosítási alap az 250 000 dollárig garantálja a betéteket, tehát ez a bank is ehhez tartozik, ez a rendszerhez. A betétesek 250 000 dollárig rendben vannak, 250 000 dollár az kb. 90 millió forint az árfolyamtól függően. Ennek a banknak viszont kiderült, hogy a betéteinek a 90%-a, vagy még a fölötti része nagyobb összegű, mint 250 000 dollár. Tehát ez is mutatja, hogy valóban, hogy itt tipikusan vállalkozásoknak voltak betétei, illetve ilyen jól menő, tehát Amerikában is már közép, de inkább felső réteghez tartozó ügyfelei voltak. És pontosan, mivel ezek az ügyfelek nincsenek biztosítva, ezért is rohanták meg a bankot, mert tudják, hogy egy bedőlés esetén a pénzüknek a nagy része elveszne. Most itt hogy már ugye egy csomó mindenen túl vagyunk, itt nagyon gyorsan zajlottak az események. Először nyilván ezek az emberek izgulhattak, volt olyan cég, amelyik több milliárd dollárt, vagy 500 000 000 dollárt tartott betétben ennél a banknál. Ez normál körülmények között ennek a pénznek egy jó része. Vagy véglegesen elveszik, vagy legalábbis átmeneti időre befagy, amíg nem tudják a banknak az eszközeit felszámolni. Itt olyan szintű pánikot, olyan szintű sokkot okozott, ami úgy tűnik, már rendszer szintű problémává vált Amerikában, hogy az amerikai elnök megszólalt. Tehát hétfő reggel azzal kezdte a napot, hogy megpróbálta megnyugtatni a piacokat. Bejelentettek különféle intézkedéseket, és többek között azt is, hogy ennek a banknak, illetve volt egy másik kisebb érintett bank is, ezeknek a bankoknak az összes ügyfelét, az összes betétesét teljes mértékben visszakapják gyorsan a pénzüket. Tehát a betéteseket most nem éri kár ebben az esetben. Itt már említetted az amerikai elnöknek a gyors reakcióját. Mik lehetnek a következményei ennek a bedőlésnek? Lesznek nagyobb változások esetleg az amerikai gazdaságban emiatt, a bankcsőd miatt? Egy bankcsőd az soha nem jön jól. 2008-9 a subprime válság. 2008-ban 140 bank ment csődbe Amerikába, 2009-ben 160 bank ment csődbe Amerikába, és ez folyamatosan csökkent ez a létszám, és az elmúlt pár évben tulajdonképpen nem is hallottunk bankcsődről. Azt látni kell, hogy a subprime válság után a szabályzói környezet nagyon megszigorodott. És szigorú korlátok közé szorították a bankoknak a
működését, hogy ő hogyan bánhat a betétesei pénzzel, milyen ügyletekbe bonyolódhatnak bele. Ahogy a válság elmúlt, az ingatlan válság, ezt a nagyon szigorú szabályzói rendszert felvizezték, és jelentős kedvezményeket kaptak az amerikai bankok. Érdekes, hogy az európai bankok jóval szigorúbb feltételek között működnek. Egyébként ennek a banknak a mutatói, azok nagyon jók voltak. Több európai bank is megirigyelhette volna. Mindaddig, ameddig ezek a kötvény pozíciókon ez az értékvesztés el nem szemeredt. Ennek a banknak van mondjuk 20 milliárd dollár saját tőkéje, és a spekulációs ügyletekből, vagy a befektetésből származó ügyleteken ő bukik 15 milliárd dollárt, akkor eltűnt a banknak a tőkéje. Azt valakinek be kell pótolnia, azt be kell tennie. A piaci szereplők, a Fed, az amerikai elnök, egyébként párhuzamosan Európában és a Bundesbank is összeült az európai monetáris döntéshozók is megszólaltak, az LKB is megszólalt, és mindenki nyugtatgat, hogy nincs semmi baj. Ez az, ami rettentő nehéz ilyenkor elhinni. Ami nyugtalanító. Így van, ez rettentő nehéz elhinni, mert mindenki félti a pénzét teljes joggal. És elindulhat egy olyan dominó effektus, amit reméljük, hogy nem fog bekövetkezni, és ha kártalanítják a betéteseket. Az elmúlt 20 évben ugye megtapasztalhattuk, hogy bármilyen probléma jött, akkor jött a jóságos állam, pontosan Amerikában a kapitalizmus fellegvárában, és akkor majd ők kisegítenek mindenkit, megmentenek mindenkit. Nem feltétlenül mentettek meg mindenkit, azért voltak azért csődök az elmúlt időszakban más területen is, de ez a gazdaságra biztos, hogy nem lesz jó hatással. Nagyon nehéz helyzetbe került a Fed, az amerikai jegybank, ugyanis az infláció még mindig 6% környékén van, meghirdettük az infláció elleni harcot, azt kamatemelésekkel tudjuk, vagy próbálják megfékezni. Viszont, hogyha tovább emeli a jegyben, már pedig kellene emelnie a kamatot, ha tovább emeli a kamatot, akkor ezeken a kötvény pozíciókon újabb veszteségek lesznek, a nagy bankoknak is, és mindenki másnak is, tehát én nem akarok vészmadárkodni, tehát a dominó effektus éppenséggel elindulhat. Ezért jövő héten lesz fedülés, és hát mindenki ezt várja, és most az a piaci szereplők azt mondják, hogy akkor nem lesz kamatemelés, de ha nem lesz kamatemelés, akkor marad a magas infláció, és az a nagy kérdés, hogy a Fed mit fog most lépni. Tegnap az LKB, az Európai Központi Bank kamatot emelt 0,5%-ot, és a jegybank elnök azt mondta, hogy ők nekik fontosabb az infláció elleni harc, mint a bank szektornak a nyilván tehát nem így fogalmazott, tehát nem azt mondta, hogy nem érdekel bennünket a bankszektor, de ő egyértelműen kinyilvánította, hogy inkább az infláció elleni harc fontosabb. Most kíváncsian várjuk, hogy mit fog majd a Fed mondani ezzel kapcsolatosan. Egy néhány szó erejéig említsük meg az Európában zajló eseményeket. Ugye a Credit Suisse sem a legfényesebb napjait éli. Mit kell tudni a Credit Suisse-ről, és mi történik vele kapcsolatban? Illetve még az a kérdésem, hogy ez direktbe kapcsolódik az SVB-nek a bedőléséhez, vagy ez csak egy véletlen egybeesés? A Credit Suisse-ről azt kell tudni, hogy azért Európa egyik legpatinásabb bankja, egy svájci nagybank. Azt hiszem ő is 100-150-160 éves múltra tekint vissza, tehát egy nagyon impozáns bankról van szó. Nincs közvetlen összefüggés az amerikai bank csőddel. A Credit Suisse-ről is pletykák már nagyon régóta. A 2008-9-es válság óta tulajdonképpen a Credit Suisse-ről mindig vannak valami rossz hírek. Egyébként, hogyha a tőzsdén megnézzük az árfolyamát, akkor lehet látni, hiszen azt hiszem, hogy 2008-ban a válság kitörése előtt talán 56 dollár volt az árfolyam, és az azóta folyamatosan mozsódik, hogy tegnap előtt érte el a mélypontját, 1,7 dollárért kereskedtek. Még egyszer 1,7 dolláron kereskedtek, tehát durván 2 dollár egy részvény, és meg se haladta azóta ezt az 50 dolláros árfolyamot. Tehát maga a tőzsde és a befektetők véleményt mondtak, és értékét illetett tartottak a Credit Suisse-ről, és itt is komoly probléma
likviditási gondok merültek fel, olyannyira, hogy a svájci jegybank egy 50 milliárd franos, tehát 50, durván 54 milliárd dolláros hitelt, tehát nem tőkeinjekció, nem segély, hanem hitelt folyósította a Credit Suisse számára. Meglátjuk, hogy ez elegendő lesz ez az összeg. A tulajdonosok már nem nagyon akarnak pénzt berakni a cégbe, ez azért intőjel. Nagyon nem jönne jól az európai gazdaságnak sem, és az európai bankszektornak sem, hogyha a Credit Suisse-szel valami negatív dolog történne. Itt is vannak kimenetek, hogy majd egy másik bank megvásárolja, és akkor majd ő helyre pakolja, vagy akkor az állami gondoskodás alá kerül, és akkor majd történik valami. Hát ez az elkerülő napoknak a történései lesznek. Térjünk rá most arra, hogy milyen hatással vannak ezek az események Magyarországra, illetve a magyar forintra? Illetve hogy ezek az események hogyan érintik, mi közünk van nekünk az SVB-hez? Igen. Hát direktben gyakorlatilag semmi, tehát ugye üzleti kapcsolat nincs a magyar bankszektor meg a Silicon Valley Bank között, tudtam már gyakorlatilag zéró. Tehát ha így vesszük, ennek direkt hatása nincs, csak ugye annyira másként működik már a világ, hogy abban a pillanatban, ugye volt ez a régi mondás, nem tudom, hogyha Kínában egy lepke megrebenti a szárnyát, akkor ez Shanghaiban, akkor ez nem tudom, hol érződik, New Yorkban. Tehát minden-mindennel összefügg már. A bankolás az egy bizalmi rendszer, tehát azért az nagyon nagy részben a bizalomról szól, meg erről, hogy a betétesek bent tartják a pénzt a bankban. Tehát hogyha a betétesek kiveszik a pénzt a bankból, akkor a bankrendszer összedől. De a bankrendszer gyakorlatilag az egész világgazdaságnak és minden egyes nemzetgazdaságnak az ütőere, tehát ha a bankrendszer összedől, akkor az egész világgazdaság összedől. Tehát itt van egy olyan dominó hatás, ami azért arra épül, hogy ezt ugye mindenki tudja, de ezért nem akarja senki se kivenni egyszerre a pénzét, mert hát miért lenne arra szükség. Viszont amikor van egy pánikhelyzet, amikor hirtelen nyomás alá helyeződik ez a történet, akkor lehet, hogy általánosságban mindenki így gondolkodik, de amikor egyénileg, hogy hoppá, én nekem ott van a pénzem, akkor én mégis akkor vagyok igazán biztonságban, ha én kiveszem a pénzem. Viszont hogyha mindenki így kezd el gondolkodni, akkor hirtelen már összejön az a tömegpszichózis, összejön az a csorda vagy tömegeffektus, hogy akkora pénzek mozdulnak meg, amelyel szemben már az adott bank tehetetlen, tehát az adott bank leúszhatja a rólót, és akkor a következő, hogy valóban hol áll meg ez a fertőzés, és itt néz mindenki a jegybankokra, a szabályozókra, a felügyeletekre, az elnökökre, a miniszterekre, hogy lépnek-e központilag, és az első fontos lépés, hogy ezt a bizalmat valamilyen módon gyorsan helyre kell állítani, meg kell nyugtatni a piacokat, meg kell állítani ezeknek a dominóknak az eldőlését. Főleg, hogy azért van egy bizonytalanság is, hogy ki lehet a következő láncszem, ki a következő leggyengébb. És mivel nyilván minden információ, főleg egy kívülálló számára nem transzparens, ezért valaki úgy érzi, lehet, hogy valóban, hogy akkor én nekem az a biztos, hogyha gyorsan lépek, ha gyorsan kivonom a pénzt. És itt, amikor megindulnak ezek a pénzek, ez már itt már egy, ebben a globális rendszerben ez egy hatalmas nemzetközi hálózat, ilyenkor nagyon sok háttéreffektus történik párhuzamosan. Tehát nyilván ebből a bankból elkezdték kihúzni a pénzt. Elkezdték a bankszektorból is kihúzni a pénzt, illetve a bankszektornak a papírjait, a részvényét elkezdték adni, tehát nem csak ennek a banknak csökkent radikálisan az árfolyama, nyilván nem ilyen mértékben, kisebb mértékben, de nagyon sok bank, gyakorlatilag minden banknak változott az értéke. És akkor innen jön, hogy ez már felmerül a kérdés, hogy Európában ez milyen problémát okozhat. Bizonytalan általában elkezdenek menekülni a bankszektorból Európában is, de ez elkezdi lefelé nyomni a tőzsdeindexeket. Elkezdik különösen büntetni a gyengébb láncszemeket, nem csak okvetően a bankszektorban, hanem unblock az a teljes világgazdaságban, pénzügyi rendszerben, és például Magyarország is egy ilyen gyengébb láncszem közé tartozik. Tehát hirtelen azt látjuk, hogy hoppá, a forint elkezd gyengülni, az OTP elkezd esni, vagy akár a MOL, a magyar blue chipek is elkezdenek esni, és mindez amiatt, hogy a Silicon Valley-ben történt egy, hogy így fogalmazok, egy lokális mini katasztrófa, de ez hirtelen az ember csak azt látja, hogy hoppá, miért van 390 fölött a forint, vagy miért lett 400-nál hirtelen a forint. Ez a szituáció eszkalálhat-e addig, hogy egy 2008-hoz hasonló világválság alakuljon ki, illetve a másik kérdésem pedig az, hogy mibe hasonlít a 2008-as világválsághoz? Hát reménykedjünk benne, hogy nem fog bekövetkezni. Egyébként a hozzáértők, a szakértők azt mondják, hogy ilyen méretű válság nem fog feltétlenül bekövetkezni. Azért
bankoknak a tőke helyzete és a bankoknak a pozíció jóval erősebbek, mint amilyen 2008-9-ben volt, különösen Európában. De ugye a Credit Suisse kapcsán az István is említett ugyanúgy ott is a betétkiáramlás. Például most nem titok, a Deutsche Bank, a Commerzbank és a nem is tudom még melyik bank jelezte, hogy náluk pedig nagyon komoly betétbeáramlás volt, tehát hogy elvisznek innen, átviszik oda. Megjegyzem, hogy az amerikai banknak voltak Európában fióktelepei, például Németországban, Angliában, talán Svédországban. Tehát azokat is be fogják zárni, ott is vannak európai ügyfelek, ott is kell majd valakiket kártalanítani mindenképpen. Tehát nem lehet elmismásolni a problémát, de az a vélemény, hogy olyan jellegű válság, mint ami 2008-9-ben volt, az nem következik be, és az egy picit más jellegű volt. Ott egy ingatlanpiaci válság volt, értékpapírosítottak egy csomó jelzálog kötvényt, annak kiváló minősítést adtak, azokat szétszórták a nagyvilágban, hát ezek ilyen toxikus eszközök voltak, mert kvázi nullát értek az értékpapírok majd egy idő után. Tehát nagyon-nagyon komoly veszteséget szenvedett el a világgazdaság, hát láttuk is, hogy az abból való kilábalás sem volt egy nagyon rövid folyamat. Itt most az a szerencsétlen állapot jött be, hogy a világ megszokta a 0%-os kamatot. A gazdaság működött. A Covid-ból helyreálltunk. Jött a háború. A háború sajnos, a Covid-nak vége. A háború, legalábbis reméljük azt is, a háborúnak sajnos nincs vége, de szörnyű, amit mondani fogok, megszokta a félvilág, vagy az egész világ, hogy igen, van háború. Akkor most jön egy bankválság, az egyik ismerősen felhívott, és akkor megkérdezte, hogy János, ezt rajzolják, ezt az egészet, ezt tervezőasztalnál történt. Azt mondja, egyikből kijöttünk, jött a másik, vagy megszokjuk, még egyszer mondom, rossz ezt mondani, és akkor most jön, és akkor mi jön holnap majd? Tehát azért probléma, mert az infláció megjelenésével a kamatokat föl kell emelni. Ennek az olcsó hitel, meg a jó hitel világának nagyon úgy néz ki, hogy vége van. Tehát azért ez a gazdaságra mindenképpen rányomja a bélyegét, hiszen a vállalatoknak a működése kerülhet veszélybe, illetve a nyereségessége jelentős mértékben csökken. Úgyhogy mindenképpen van hatása a világgazdaságra, és ahogy István említette, áttételesen a fejlődő piacokat ilyenkor mindig jobban megütik, mint a fejlett piacokat, és ezért a lengyel tőzsde is, és a magyar tőzsde is, de egyébként nagyon sokat estek az európai tőzsdék, és a bankpapírokat tényleg rettentően megütötték, és ezáltal a forint is ugye 372 volt az alja, és nagy hirtelen március 15-én persze mi ünnepeltünk, 400 fölé tolták, 402 volt a teteje talán az eurónak, de mi zárva voltunk, de hát attól még kereskedtek máshol a forinttal. Most ez már 394, hogy itt az adást felvesszük, 394 körül van az euró. Tehát ilyenkor a fejlődő piacokat mindig jobban megütik, és itt is hiába nekünk nincs kapcsolatunk ezzel a bankkal, a tőke menekül ilyenkor. Tehát sajnos ez így működik, hogy a porcelánboltból, ha csak egyszer akar két-három ember kijönni, ugye az elefántot szokták mindig hasonlatként hozni, akkor az a porcelánboltnak elég nagy kárt fog okozni. Reméljük, hogy azért ilyen jellegű kár nem fog bekövetkezni. Mind a szabályzók, mind a jegybankok, és hát az amerikai elnök is megszólal ezzel kapcsolatosan, tehát bízunk benne, hogy kimentik a betéteseket, és a Credit Suisse-el se történik olyan, ami hát ezt a dominót itt Európában is elindítaná. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy az átlagpolgár mit tehet ilyenkor. Van olyan lépés, amit tudunk ez ellen tenni, legalább, hogy magunkat bebiztosítsuk egy esetleges, egy másik bankcsőd ellen? Hát nem nagyon, sajnos, mert most mit csináljunk, mit rohanjuk, meg mi is, nem akarok magyar bank neveket említeni, de sajnos ilyenkor nem tud mit tenni. Egy átlag polgár, akinek a betétje vagy a pénze egy bankban van, értékpapírokban van, államkötvényekben van,
az ilyenkor ki van szolgáltatva sajnos ennek a hercehurcának. Nyilván azzal tud úgymond magát, hogy azzal tudja magát bebiztosítani, ha tényleg kiveszi a pénzét. Tehát én óvaintek bárkit is, hogy most elszaladjon a bármelyik bankba, és akkor onnan kivonja a pénzét, mert az maga idézi elő a pánikot. Bízunk abban, hogy a problémát az hozzáértők meg fogják majd oldani, és én fölöslegesen azért nem pánikolnék, de nyilvánvaló nem lehet azt mondani, hogy semmi nem történt, csak egy kis múló rosszul, vagy hát reméljük, hogy csak egy kis múló rosszul lét volt, de nehéz ilyenkor bármit is tenni. És amikor félelemből vagy pánikból cselekszünk, akkor az annak utólag mindig kiderül, hogy az rosszul cselekedtünk, rosszul mértük fel a helyzetet. Igen, egy pár mondat még kiegészítőként, hogy a globalizációnak nagyon sok előnye volt, meg annak a gyógyszernek is, ami az utóbbi 15 évben univerzálissá vált a gazdasági nehézségekre, hogy nyomtassunk még pénzt, meneküljünk előre még hitelből. Ez egyébként valóban úgy működött, hogy sokkal nagyobb gazdasági visszaeséseket vagy kríziseket láttunk volna az utóbbi években, akár a Covid kapcsán, ha nincs ez a pénzpumpa. Viszont nyilván mind a globalizációnak, hogy most már mindennel összefüggés, ez a tőke, ez a pénz is már egyre inkább nemzetközi, ez szinte már csak nemzetközi térben, dimenzióban működik és mozog, már nem nagyon lehet valamit lokalizálni vagy leszűkíteni. Ennek ez egy olyan drog, ez egy olyan gyógyszer, aminek iszonyúan komoly, iszonyúan durva mellékhatásai vannak, hogyha nem úgy adagolják, vagy hogyha valamilyen nehezebb helyzet van, kicsit nagyobb stressznek van kitéve a páciens. Tehát itt arra kell figyelni, hogy egy sokkal törékenyebb gazdasági pénzpiaci helyzetben vagyunk, emiatt a hatalmas adósság, pénznyomtatás miatt, amit nem lehet már kiszívni a rendszerből, vagy nem lehet úgy kiszívni, hogy ne omoljon össze, vagy nagyon sokan ne ragadjanak benne be a porcelánboltban, aminek, ahogy olyan utalt, általában nem szokott jó vége lenni. Viszont ezeken az általánosságokon túl, ami mondjuk azért olyan nagyon nem vigasztal meg egy konkrét magyar betétest, vagy kis befektetőt, bizonyos dolgokat azért figyelembe lehet venni, tehát ugye Amerikában ez a 250 000 dollár, nyilván ott most mindenki azt figyeli, hogy ő vajon benne van ebbe a betétbiztosítási státuszban, vagy nincs benne. Magyarországon a 100 000 euró, vagy annak megfelelő körülbelül a 38-40 millió forint, ami biztosított. Itt azért lehetnek olyan trükkök, bár sajnos ez nem biztos, hogy tömegeket érint, de hogyha valakinek mondjuk nem 100 000 eurónyi, hanem 200-300 000 eurónyi pénze, 80-100 millió forintja van, akkor az Amerikában is most mindenki diversifikál, amiről Jani beszélt, akkor nem egy bankba tartom a 100 milliómat, hanem akkor ezt 3-4 bankba kell elosztanom, hogy mindenütt És mindenhol fizetni a banki költségeket természetesen, ez ezzel jár. Igen, tehát olyan bank, amire, vagy megnézzük, hogy az adott befektetésre, nem mindenre vonatkozik okvetlenül ez a betétbiztosítási alap, tehát esetleg aki nagyon kockázat kerül, akkor olyan befektetésbe vagy olyan betétbe pakolja át a pénzét, ami hatálya alá esik ennek a betétbiztosításnak. Egyébként nálunk is volt azért egy ilyen bankroham, bár az egy speciális helyzetből ugye a Sberbank története, félig meddig ott is megpróbálták kivonni a pénzt, aztán nem sikerült, ott elég komoly bebukások voltak, viszont az érdekes új hír, tehát ott nagyjából a 100 000 euróig kárpótolták akkor a betéteseket, és ott is nagyon sok nagy betétes volt, amit viszont legutóbb hallottam, úgy tudom, már gyakorlatilag 98%-át kifizették az összes betétnek, tehát azóta már ugye eltelt, nem is tudom mennyi lassan, talán egy év lassan, vagy igen, hát a háború kitörés. Igen, háború kitörésekor. Tehát ezek az embereknek, és mondjuk lehet, hogy egy vállalkozás egy évet nem tudott várni a pénzére, de azért a mai napig utólag azért kiderül, hogy azért a Sberbank eszközeit szép fokozatosan a háttérben el tudták adogatni egész jó áron. Tehát a végén úgy tűnik, hogy ott szinte mindenkit kifizetnek, vagy a végén mindenkit ki fognak fizetni, de viszont gyorsan általában ez a garantált, ez a 100 000 eurónak megfelelő összeg, amit viszonylag gyorsan ki tudnak fizetni. Illetve nyilván ez már egy olyan rendszer szintű probléma, hogyha itt bármi gond lenne, pár nyilván a magyar egybanknak, meg a magyar államnak, a magyar kormánynak elég komoly gazdasági pénzügyi kihívásokkal kell szembenéznie. Itt most azért mindenki védi a bankszektorát. Tehát a svájciak azonnal bevédték a bankszektorukat, az amerikaiak is. Most amit ugye mondott az LKB vezetője, az egy kétélű történet, mert az egyik értelmezés valóban az, hogy továbbra is az inflációra figyelünk, és emeljük a kamatokat, ami nem tesz jót a bankszektornak. Viszont ebben van egy olyan implicit nyugtatás is, hogy mi azért nem látunk itt most akkora problémát, hogy nagyon nem kell beavatkozni.
Abban biztos vagyok, hogyha olyan szintű probléma lesz, szerintem az LKB is vagy magától beavatkozik, vagy egyszerűen rá lesz kényszerítve, hogy beavatkozzon. És valóban, hogy a Jani említett, szerintem nagyon lényeges, hogy azért ne pánikoljunk, nyilván figyeljünk belül, de pánikból nem jó dönteni. Meg egy olyan helyzet van, hogyha az egész bankszektor bukik, akkor hiába küldi valaki egyik bankból a másikba a pénzt, akkor előbb-utóbb valahol nem fog ragadni. Annyi készpénz meg nincs az ATM automatákban, meg a bankok trezorjában, hogy azt a rengeteg mennyiségű betétet, ami már elektronikus formában létezik, az hirtelen mindenki készpénzben kivonja. Tehát kell az óvatosság, le kell vonni a tanulságokat, meg kell egyfajta józanság, bizonyos dolgokat tudunk is tenni, bizonyos dolgoknál pedig egyszerűen figyelnünk kell, jobban oda kell figyelnünk, józanabbul kell gondolkodnunk, de csodák nem mindenütt vannak, és nem mindig. Hát azért jó, hogy István mondta a betétbiztosítást. Tehát nyilvánvaló, hogy olyan helyen érdemes pénzt tartani, ahol ez a betétbiztosítás él. Tehát banki háttérrel rendelkező pénzintézeteknél. Én évek óta figyelmeztetek mindenkit arra, hogy ilyen pénzügyi közvetítő, olyan szolgáltató, most megint nem akarok neveket említeni, tudnék pedig, de országneveket azt sem akarok említeni. Tehát valamelyik nap az egyik kollégámat felhívta valaki, hogy van egy nagyon jó felület, ahol ő tud üzletelni, és akkor elmondta, hogy melyik országba kellene kiutalni pénzt, és a kollégám dobott egy hátást, azt mondta, hogy normális vagy, hogy ebbe az országba akarod a pénzedet kiutalni. Kiutalni ki tudod, vissza nem biztos, hogy vissza is fogod kapni. Tehát, hogy ezekre azért nem van megoldás, van lehetőség arra, hogy az ember körültekintő legyen. Én azt javaslom, hogy a banki hátterű és az OBA-val és a betétbiztosítással rendelkező cégeknél elhelyezett pénz, hát 100 000 eurói értelem szerint van garancia. A történelem során az emberiség azért látott már olyan szituációkat, mint például az 1929-es világválság, amit igazából előre lehetett látni, legalábbis Winston Churchill is ezt írja. Ugyanakkor, ha gondolunk a 2008-as világválságra, azt egy maroknyi ember látta előre. Vannak olyan jelei a világválságnak, ami konkrétan előre jelezheti, hogy egy katasztrófa fog megtörténni, amire érdemes figyelni? Hát én azért azt gondolom, hogy a válságokat azt mindig utólag tudjuk azonosítani. Az, hogy előre látni, hát nyilván a nagyobb, és a lehető 29-33-as az nyilván ilyen volt, hogy voltak bizonyos jelei annak. Én azért azt gondolom, hogy akkor sem tudták, hogy akkor ez be fog következni, hanem majd amikor már bekövetkezett. Tehát utólag könnyű okosnak lenni. Jelek nyilvánvaló vannak. Tehát az, hogy mérhetetlen mennyiségű pénzt nyomtattunk, hogy fedezetlen pénzt van a rendszerbe, hogy túl nagy a tőkátétel, a mohóság az mindegyik politikai, minden társadalmi rendszerben megvolt az emberekben, az most is megvan. Az, hogy kényszer alatt, én nem akarom a bankokat mentegetni, de az, hogy nekik állandó eredménykényszerük van, és nem csak a bankoknak, hát egy gyógyszergyártónak, egy élelmiszeripari koncernnek is, neki minden évben növekedni kell, ha nem növekszik, akkor azt mondják, hogy vége van, és akkor a tőzsdén agyon verik a részvénynek az árfolyamát. Tehát sajnos van egy ilyen rossz kényszer a cégeken, és ezért kockáztatunk, és ezért van tőkeáttétel. Nyilván ennek a kockázat menedzsmentjét lehetne finom hangolni, de hát úgy látszik, hogy most nem sikerült ennél az amerikai banknál. Úgyhogy azért az emelkedő kamat, az emelkedő infláció, a tartósan velünk maradó infláció és a gazdasági növekedésnek a lassulása azért komoly problémát tud okozni. Erre is van már példa a történelemben, tehát az elmúlt 100 évben több ilyen eset is volt már, amikor a gazdaság belassult, tartósan egy magas inflációval kellett együtt élnünk. Tehát ezeket a jeleket, ezt most is látjuk, és figyelmeztettek is. Tehát azért azt el kell mondanom, hogy a közgazdászok és pénzügyi elemzők csoportja most már az elmúlt 1-1,5 évben nem 2-3 hetente komoly figyelmeztető cikkek jelennek meg, vélemények Amerikában,
itt Európában is, Magyarországon is. Tehát most nem fogjuk tudni azt mondani majd utólag, bízom benne még egyszer, hogy nem fog bekövetkezni, hát nem tudtunk róla, de figyelmeztettek, vannak figyelmeztető jelek, és ezért kell nagyon józannak lenni. Igen, mert ahogy itt szóba kerül, most úgy tűnik, hogy azért a szakma nagy része azért nem látja annyira durvának a helyzetet, mint 2008-ban. Nyilván nagyon sok mindent figyelnek, nagyon sok indikátort, nagyon sok mutatószámot néznek, elemeznek. Itt most kicsit leegyszerűsítve, hogy mennyire tőkésítettek jelenleg a bankok, milyen típusú a kockázata ezeknek az értékpapíroknak, a bankok értékpapír portfóliójának, egyedi bank szintjén, bankszektor, egy adott nemzetgazdaság vagy egy adott ország szintjén. Tehát ezekről nagyon sok információ áll rendelkezésre. Úgy tűnik, hogy azért a jegybankok is, tehát a fő politikai irányvonal, kormányzati irányvonal, akár európai, amerikai szinten a jegybankok is azért eléggé kölcsönösen érdekeltek abban, hogy nyugalom legyen, ne legyen válság. Ugyanakkor a mai világ iszonyú gyorsan áramlik az információ, egy laborvizet egy pillanat alatt meg lehet úgy mozdítani, hogy hirtelen kidőljön. Ez most már ugye egy globális laborról beszélhetünk. Itt hirtelen egyszerre tud megmozdulni Ázsia, Amerika, Európa, ami olyan szintű mozgások, amelyekre nem nagyon voltunk felkészülve. Az információ is érdekesen áramlik, mert általában arra a hírre kattintanak, ami minél szenzációsabb. És most nyilván az egy doom szenárió, hogy holnap összedől minden, mondja ezt valaki, aki valamikor egyszer írt egy érdekes könyvet, vagy valahol volt valami neve, vagy akár egy influencer, vagy egy szerep. Ezt lehet, hogy nagyon gyorsan felkapja a média, nagyon gyorsan felkapja a közösségi média, mert erre kattintanak, hogyha valaki azt mondja, hogy hát azért nincs okvetően olyan nagy probléma, arra kevésbé kattintanak, mint az, hogy holnap összedől az amerikai bankrendszer. Szóval ez viszont tud egy, és nem azt mondom, hogy ezek ilyen önbeteljesítő jóslatokká válnak okvetlenül, csak bonyolultabbá, ködösebbé, zavarosabbá válik a kommunikáció, ebben a helyzetben gyorsabban ki tud alakulni pánik. Én nem azt mondom, ugye, mert vannak, nyilván Amerikában ez most nagyon divat, hogy korlátozzuk a fake news, korlátozzuk mindenféle olyan potenciális beszédet, ami valakit sért, egy egyént sért, egy közösséget sért, most már ide rakják azt is, hogy a bankszektor egészségét sértheti, egy adott bankot sérthet. Nyilván nagyon fontos a szólásszabadság, de nekünk is azért meg kell azt szoknunk, hogy nem okvetlenül annak van igaza, aki a legsötétebb, vagy a legdurvább, vagy akár a másik oldalon a legoptimistább szenáriót mondja. Tehát nekünk is, a hallgatóságnak is valamilyen módon, az átlag embereknek is meg kell szokni, hogy itt azért a kommunikáció nagyon felfokozottan zajlik, és hogy ebben a zavarban megtaláljuk azokat a hangokat, akár belső hangokat, de akár nyilván azokat a külső szakértőket, akikre odafigyelünk, mert úgy gondoljuk, hogy ők józanabbak vagyunk, inkább képviselik a valóságot. Egyébként a bankokat ilyen stressztesteknek vetik alá. Tehát szimulálnak bizonyos eseteket, és megnézik, hogy hogyan változik a banknak a tőke helyzete. És évelején, nem is tudom, nem, havonta biztos, hogy nincsenek stressztesztek, de negyed évente biztos, hogy vannak. De az évelején pont Amerikában volt, és azt mondták, hogy kiváló állapot vannak az amerikai bankok. Ez igaz. Ezt a bankot például nem stressztesztelték, mert van egy olyan szabály, hogy 250 milliárd dollár alatti mérlegfőösszeggel rendelkező bankokat nem stressztesztelünk. Úgyhogy ez benne lett volna, tehát a szabály úgy szólt volna, hogy 100 milliárd, és ezért utaltam arra, hogy az elmúlt években felvizezték a 2008-9 után hozott nagyon szigorú, és tényleg a tőkepiacot korlátozó a gazdaságra is már teherként, rossz teherként rá nehezedő szabályokat, de ezt úgy fellazították, hogy ez lett az eredménye. Tehát, hogyha egy 100 milliárd dollár, vagy 150 milliárd dollár lett volna a limit, akkor kiderült volna erről a bankról már jóval-jóval korábban, és akkor a Fed és a tulajdonosok léphettek volna. Nyilván a banknak a vezetője, és hát itt nagyon úgy néz ki, hogy a bankvezetőjét bíróság elé fogják citálni, most nem biztos, hogy ezt meg fogják úszni, hiszen maga a cégvezető adott el részvényeket. Tehát ők azért látták ezeket a toxikus mérgezett eszközök. De nem, bocsánat, rosszul is mondom, nem volt ez toxikus eszköz, ez egy bevett üzleti modell, amit ők csináltak, csak megváltozott a kamatkörnyezet. Tehát ők erről tudtak, lépni nem nagyon léptek sajnos. Hát most azért bíróság előtt felelni fognak majd, több mint valószínű.
Nagyon szépen köszönjük Polzer Istvánnak és Színe Jánosnak, hogy befáradtatok a stúdióba, és erről a témáról beszélgethettünk. Nektek hallgatóknak pedig köszönjük szépen a figyelmet, hamarosan újra jövünk. Sziasztok!